A januári bajnoki mérkőzés dömping után folytatódik a várva várt bajnokok ligája. A középdöntő első fordulójában az Olthin Vilcse otthonában lép pályára az FTC Real Cargo Hungária együttese, ahol egy románok elleni jó eredmény megfelelő alaphangot adna a folytatásra. Bár a hazaiak a sérült Krisztina Neágúra nem számíthatnak, így is bombaerős kerettel készülnek, nálunk viszont Tomori Zsuzsanna megúszta az eltiltást, így ott lehet a csapatban. Úgy érzem, hogy viszont jól sikerült a felkészülésünk. Nagyon-nagyon fontos az első mérkőzés, nem is első eredményében, hanem a mutatott játékban, meg abban, hogy mekkora ellenállást tudunk kifejteni ebbe a közegbe, valamint ezen a csapat ellen. Tehát én nagyon-nagyon azt várom, hogy egy jó mérkőzést tudunk játszani, ez nagyon komoly alapokat adhatna a későbbiekre, úgyhogy nagyon kíváncsian állok itt a vasárnapi mérkőzés előtt. Az, hogy mit szeretnék, az egyértelmű, tehát győzni szeretnék. Nyilván a realitás azt mutatja, hogy a Vícs a hazai pályán játszik, valamint egy jó erős játékos kerettel találkozunk. Ami negatív értelme, a teher az nem lesz rajtunk, de azért én ismerem a játékosaimat annyira, hogy ők mindenáron győzni szeretnének, úgy, ahogy én is. És igazából itt az a lényeg, hogy ha megteszünk mindent, de nem sikerül, akkor ennek nem szabad hurcolni tovább a hozadékát. Tehát is igazából, hogyha ez így lesz, akkor ezen kell majd dolgozni, hogy jövő héten tiszta fejjel tudjunk majd az orosz csapatra készülni. De mondom, tehát azért nagyon jó lenne egy nagyon komoly mérkőzést játszani itt ennek a Román Sztár csapatnak az otthonában. Én örülünk neki, hogy a Zsuzsit azért a butaságért nem tiltották el. Én úgy gondolom, hogy ő levezekelt az Európa bajnokságon a bűnét az Európai Kézilabda Szövetség felé, és bízom benne, hogy hasonló nem fordul elő most itt ebbe a középdöntő csoportban, mert azt nem valószínűleg kibírnánk. Tehát igen, ez mindenképpen pozitívum, és nagyon örülünk neki, hogy játszott. A Bajnokok Ligája meccsre való hangolódás nem volt teljesen zavartalan. A márciusi Fradi Győr bajnoki körüli félreértés ugyanis rányomta a bélyegét a hangulatra. Tavaly volt nekünk hazai pályán két darab Győr mérkőzésünk, mind a kétszer kicsinek bizonyult ez a csarnok, és nagyon sok elégedetlen szurkolónk volt, aki nem tud bejönni ezekre a mérkőzésekre. A Győr mérkőzés után 3 napra Vilcsával kell Dabason megmérkőzünk, tehát onnan jött az ötlet, hogy kössük össze a kellemest a hasznossal, és mindenkinek próbáljuk meg lehetővé tenni. Valóban, tehát az egy kicsit ugye elkerült a figyelmünket, hogy szerdán ezt a munkából érkező emberek nehezen tudják megoldani. De én úgy gondolom, hogy ez a szakosztály már tett annyit le, vagy ez a szakosztály vezetőség, hogy ne egyből a torkának kell ugrani. Itt bizonyos dolgokat szinte vissza is tudnak utasítani stílusba és különböző ötletelésekbe, de mindenképpen tehát ezt most itt kijelentem, hogy itt egyértelmű, tehát hogyha a szurkolóknak ez a jobb, hogy mi itthon játszunk, nekünk is ez a jobb, hogy itthon játszunk, úgyhogy feltétlenül visszahozzuk ezt a mérkőzést ide az arénába, de sajnos azzal számolni kell, hogy így viszont lesznek olyanok, akik nem tudnak bejönni, mert ugye a csarnok befogadók és képessége ez meg véges. A romániai szervezők arra kérnek minden ferencvárosi szurkolót, hogy csak érvényes jeggyel keljen útra, és időben érkezzen a csarnokhoz, mert szigorú biztonsági előírásoknak kell majd megfelelnie.